És köszöntök újfent minden kedves nézőmet, én Oscar vagyok, és ez a Dark Messiah of Might and Magic végigjátszásomnak a 8. része, bizony, már a 8. rész. És ugye itt tartottunk, hogy felmászok ezen a kötélen. Ez tulajdonképpen egy alternatív lehetőség arra az esetőségre, hogyha lettem volna olyan barbár vadállat, hogy júj, ezt a hidat levágom. Például így. Áú! Fú, így az így ellen. Na jó, szerintem ezt visszatöltöm, mert ezt nagyon nem így akartam amúgy megoldani, hanem úgyhogy szépen felmászunk itt. In danger! Go no further! Jaipa! Not many places to hide here. Hujá! Hujá! Zutyi! Szerencsére annyira erős ez a kard, hogy nem kell trükközni. Na most ezt csak azért levágom, hogyha tegyük fel erősítés jönne a másik oldalról, akkor ne tudjon jönni. Haha. Igaz, hogyha mondjuk erről az oldalról jön, akkor én vagyok nagyobb szarban, de hát... nem baj. Lélekivó. Na ez az a kard, amiről beszéltem. Ehhez már 3-as erő kell. Plusz 4-es sebzést okoz, tehát gyengébb, mint a hentelő, viszont az okozott sebzés 30%-át hozzáadja viselője életerejéhez. Elátkozott fegyver nekromanta szertartással készítik, egy elkínzott lelket építve a frissen kovácsolt pengébe, a fegyver elszívja áldozatainak életerejét. Szóval ez még jó lesz. Human! És kész. Ennyi volt, köcsög. Megyünk felfele. Megyünk felfele. Szóval, hát igen. Erről van itt szó, kedves gyerekek. A töltések, mint hogyha gyorsabbak lennének itt már. Ami azt jelenti, hogy a Sony Vegasnak kevesebbet kell majd szenvednie. Megvakultam. Viszont oda szépen lövök egy nyílvesszőt. Pedig oda fel lehet mászni. Ó, persze, hogy fel lehet, hogy ne. Hogy ne lehetne. Így. Pont elég hosszú a kötél. Ahhoz, hogy felmásszunk ide. Aja. Egy mágikus gombáért. Így. Na, mehetünk. És még mindig ugye arról van szó, hogy helyre kell állítani a templomnak a szerkezetét, bármint a energiai mezejét. Ez a dupla támadás, ez mindent felülmúl. Csak arra kell figyelni, hogy mi eltaláljuk az ellenfelet vele. Yeah. Fú, nagyon jó formában vagyok. Szegény. Hello. Nehogy én is leessek. Fú, jól leesett. Flawless victory. Fatality. A Phoenix gyűrűje, hát igen, ebből van 2. Ez majd ilyen durvább helyzetekben jól fog jönni, hogyha mondjuk ilyen olyan erős ellenféllel kerülünk szembe, hogy bármikor meghalhatunk, akkor az ugye feltámaszt a Phoenix gyűrűje, az a lényeg. Meghalunk és utána full életerővel feltámadunk. Azért ez már egy őrült vállalkozás volt, ilyen szikla meredékekre ezeket a fa tálkormányokat megépíteni. Nem szívesen laknék ilyen helyen. Varázslóköpeny, igen, ezt már ismerjük. Mi van még itt, ami kellhet nekünk? Nekünk! Sok
minden maradt itt. Na, van itt valami? Nincs egy cső. Igen, hát innen jöttünk. Oké. Egyébként nem tudom, mennyire halljátok ezeket az örejeket, ami a játékból jön. Mármint konkrétan a zenére gondolok, tehát ilyen zenei dolgok. Nagyon hangulatos, aláfestő örejek, illetve hanghatások vannak. Megadja az alaphangulatot. Á, igen. Nyers fokhagyma. Most már lehet, hogy kajálni is fogunk időnként, nem a manámat fogom terhelni ezzel. Na itt nem mernék végig menni. Itt úgy mennék végig, hogy lefeküdnék, és így nagyon óvatosan így oldalazva, vagy kapaszkodva közben, mint az állat mennék. Sőt, ami azt illeti, lehet, hogy ilyen ékeket vágnék bele ebbe a fába, hogy nehogy lecsúszszak. Hát, hogy innen leesek, akkor halálomba zuttyanok. Na. It smells like rotting meat in here. Rothadó hús szaga van itt. Na igen. A pókfóbiások most ne nézzenek ide. Mert itt most pókokkal fogunk megütközni, mint a disznó. És itt tök sötét van amúgy. Azért, itt tényleg használni kell a izét. Varázslatot. Megmérgeződtünk. Közben kajálok egy kicsit most már akkor. Jó, ez a varázslat nem manához kötött. Ellenméreg, ez nagyszerű. Nyers fokhagyma, hát persze egy ilyen helyről simán felszednék nyers fokhagymát. Alap dolog. Életerő ital is van itt, minden. Oh yeah. Na, végre kijutottunk innen. Most már ide lehet nézni. Így van, na most itt szépen leugrunk. Szerencsére ez a felső rész itt még elég stabil, szerkezetileg. Viszont igen, most ide leugrottam, ez most jelezte azt, hogy ez az alsó szerkezet már gyenge. Úgyhogy ezt egyébként úgy célszerű megcsinálni, hogy kötélnyilvesszőt lövünk különböző pontokra. Ugye a felső szerkezet az szerencsére elég stabil. A telekinézissel is meg lehet amúgy oldani, de én most így fogom. Tűzlabda tekercs, villámcsapda tekercs, manaital, villámtekercs, csapda tekercs. Így van, mindent kivettünk, amit lehet. Manaital, páncél. Életerő ital. Na jó. Akkor azt a maradék kettőt az telekinézissel fogom megoldani. Jaj, nem ezt akartam. Igen. Na van még annyi? Na ez már kevés. Na mindegy, akkor iszunk egyet. Még egyet iszunk. Ezt azt nem lehet magamhoz szívni. A páncélt. Hát pedig az fontos lenne. Lemez páncél, ez nagyon hasznos. Így van, na most csak mindjárt akkor mutatom, hogy miért csináltam ezt így.
Igen, lemezpáncél állóképesség 2 kell hozzá. Állóképesség 2? Hát akkor igen, ezt is fejleszteni kell még, az állóképességet. De szerintem először talán ezt kéne kifejleszteni, vagy várj, az állóképességhez mennyi kell? 7 képzettségpont? Hát nem tudom, majd meglátjuk. Na szóval tulajdonképpen ezért. Erről van itt szó. Igen, erről van itt szó. Azért ez jól meg lett csinálva, mi? Durván meg lett csinálva. That was too close. Let's be a little more careful where we step, shall we? Na, szóval akkor tulajdonképpen megoldottuk ezt, és akkor ugye a felvonó szerkezetet kéne megjavítani valahogy, hát jó, oké, de hogyan? Hogyan kéne azt megjavítani? Pókot hallottam. Ti is hallottátok? There's been fighting here, but who? Why? Szent Zsoltárok, ezt olvastuk már. Szerintem igen, mindegy, a megosztás Zsoltárja az asszony szürke hálójából jött anya éje és apa napja. Alkonytól hajnalig szárnyas lény tojása, a kétfejű gyermekek itt 8 láb melegít, az urak földje meghasad, kőrepül, széldagad, majd lángjű a könyvtenger felett. Oké, ezt kivágjuk. Mi van még itt? Egy könyv a démonokról. A másvilág lakói a forróság és tűzbirodalmából jönnek, egy olyan királyságból, ahol a testnek nincs jelentése a végtelen fájdalom tengerében. Az állandó zabálás feneketlen verme ez, élősködő világ, melyből hiányzik az önfenntartáshoz szükséges élet. Lakói és maga a világ anyaga is örökké éheznek, fennmaradásukhoz fanatikus erővel lopnak máshonnan, máskülönben önmagukat falnák fel és kilépnének a létből. Tragikus módon egy mágus a távoli múlt egy homályba vesző pontján hatalomra próbált szert tenni a másvilágból, és bepillantást engedett a démonoknak világunkba. Most a nekünk oly természetes energiára, életerőre, állandóságra sóvárognak. Világunk sarkaiban kaparásznak és áskálódnak, keresve a szökés útját saját birodalmukból, hogy ismét itt tivornyázhassanak. A hetedik sárkány erőfeszítéseinek hála azonban azok, akik ide merészkedtek földünkre, örök rabságba kerültek, szent mágiával leláncolva és legyengítve. Van azonban módja szabadulásuknak, még ha ők csupán fantomok és kísértetek is ebben a világban. A gyenge akaratúak, a gyávák és az ostobák, a bolondok és a mohók, mindezen szerencsétlenek, szinte önként ajánkoznak a démon lelkeknek, hogy szállják meg húsukat. A démon hatalmat, dicsőséget és más előnyöket ígér, de az alku valójában pokoli eredménnyel jár. A beleegyezésüket adó gyenge emberek csak gyújtást jelentenek a démonok számára, akik belső tűzvészt szítanak a választott testben, és a kiürült porhüvely a démon állandó szállása lesz világunkban. Az ilyen teremtmény erőteljes, halálos és elkeseredett, mert bármit megtesz, bármit megígér, vagy bármit elpusztít, csak ne taszítsák ki a világból. Vigyázz e fajzatok suttogásaira, mert csak sötétséget és emésztő lángokat ajánlanak. Ugye Xana is ilyen egyébként. Gondolom felismertétek. Ő egy démon tulajdonképpen. Egy napló. Mennyi olvasni való. Pókimárok templom, a Szirti tábor, hivatalos expedíció napló, a bejegyzéseket Garán munkafelügyelő írta, 988 YSD. Kristály könnyek hónapja 27. nap. A templom hegy szikla oldal menti beomlásainak ellenére csapatunk végül elérte a felső templomot. Hála egy természetes sziklahasadékrendszer megtalálásának a szírt falon. A központi torony csúcsának kezdeti vizsgálata azt mutatja, hogy az asztrális csatorna rendszerből hiányzik egy földön túli erőforrás a tárna tetejénél, ami ugye a kristály, amit most viszünk.
Kristály könnyek hónapja 28. nap. A felső templomhoz vezető kötelek közül néhány elszakadt, amikor nem sokkal délután kutatófelszerelést húztunk felfelé. Sajnos Darcy a tanonc a kutatófelszerelés alá szorult, és nyomban meghalt. Ha szerencsénk van, a hasadék rendszer elég széles lesz ahhoz, hogy felvonót építsünk a nagyobb felszerelési tárgyaknak, és biztonságosabban jussunk a felső templomhoz. Kristály könnyek hónapja 30. nap. Kutatócsoportjaink mágikus energiaforrást észleltek, mely hasonló a templom aurájában lévőhöz. Kell lennie valamiféle elképesztően nagy erejű kristálynak a felső templom északi ágának pincéiben, sajnos a pincéket rengeteg csapda biztosítja. Táncoló lángok hónapja 2. nap. Leanna úrhölgy nyersanyagokkal tért vissza a felvonóhoz, és Menalág nagyúr üzenetét hozta, aki kérdeztette, hogy állunk az eltemetett kristállyal. Menalág nagyúr láthatóan úgy érzi, az ásatások túl sok emberéletet követelnek, és tanácsot akar ülni a városban, mielőtt folytatnánk a munkát. Táncoló lángok hónapja 3. nap. Közben iszok egy pohárkával, néhány kortyot. Tehát, táncoló lángok hónapja 3. nap. Miközben a központi toronyaknát szemlélte, lárgó útitársunk kampója kilazult valami régi falból, több mint 80 métert zuhant és szörnyet halt. Távol létében Leanna úrhölgy vezeti a temetési szertartásokat. Táncoló lángok hónapja 5. nap. Leanna úrhölgy jelentős eredményekre jutott az irányítási rituálé tanulmányozásában, melyet a kripták megnyitásánál használnak. Táncoló lángok hónapja 13. nap. A Menalág nagyúr lebegőeszközeit alkalmazó felvonókat több helyen összeállítottuk a szírt falon, hogy segítsék a felszerelés eljutását a felső templomhoz. lebegő felszerelés, ez tulajdonképpen a felvonó, lift. Táncoló lángok hónapja 17. nap. Leanna úrhölgy hazatért, hogy erősítést és készleteket hozzon, visszatérésükre napokat kell várnunk. Táncoló lángok hónapja 21. nap, a helyi goblin törzsek egyike láthatóan a gerinc túloldalán lévő romok közt tenyészik. Jensen kapitány és Tergon mester eltávozott, hogy egy nagy csapat gárdistát hozzanak a lehetséges veszély megszüntetésére. Táncoló lángok hónapja 24. nap. Katasztrofális nap volt, az egész alaptábort lemészárolták, és a mi kilátásaink is gyászosak. Úgy vélem, a goblinok többen voltak, mint gondoltuk, és lerohanták az őröket, mielőtt riadót fújhattak volna. Mi néhányan, akik a szírten dolgoztunk, elakasztottuk a felvonókat, és még időben megakadályoztuk feljutásukat a templomhoz. Elbarikároztuk magunkat itt, a minisztránsok szállásán. Kordó és Hestia megsebesült, nagyon véreznek. Nem tehetek értük semmit. Nem hiszem, hogy megérik a reggelt, imádkozom, hogy kitarthassunk, míg Leanna úrhölgy vagy Tergon mester visszaérkeznek a segítséggel. Táncoló lángok hónapja 26. nap. A hányattatások végén eljött a pokol. Sem Leanna úrhölgy, sem Tergon mester nem érkezett meg, és ami még rosszabb, egy ork csapat lemészárolta a goblinokat. Tüzet raktak a minisztránsok szállása alatt, melybe kábító füveket dobtak. Félek, megmérgeznek bennünket. A gőzök elöntik a helységet, de ha kilépünk, ijászaik végeznek velünk. A levegő sűrűvé és undorítóvá válik. So, this is where Menelag's expedition made its last stand. I'll bet they're the ones who blocked the elevators to keep the orcs out. Igen, ez elég valószínű. Xana. Egy holttest. Nos igen, tudunk erre is menni. És ugye hát erre kellett volna eredetileg tovább menni, csak az ugye le volt zárva, de most már vissza tudunk jutni ide. Viszont, ha jól emlékszem, akkor itt fel lehet mászni, és ott van egy-két érdekes dolog odafent. Ellenméreg és manaital. Az mindig jól jön. Még ennél magasabbra is fel lehet mászni szerintem. Különben is hallom, hogy itt valami pók van a közelben.
Hogy ez van, ne foglalkozzak? De azért megnézzük, hogy mi van ott fent, jó? Oh yes, motherfucker. Nem áll, nem tudok felmászni. Jó, akkor lövök egyet így, de. Hát igen, ez a kard nagyon erős. Amúgy. A gerendákon van valami, vajon? Nincs. Na jó, akkor mehetünk tovább szerintem most már. Ne húzzuk az időt feleslegesen. It's still in one piece. Do you think the orcs have been keeping it up? Orcs aren't stupid. Give it a try. Úgy látszik, sikerült. Két darab képzettségpont, de ez még semmire nem elég. Tehát most már működik a lift. There's nowhere to go but down from here. Na igen. De azért elnézünk még ebbe az irányba. Egy kohó. De ez a kohó semmire nem jó most számunkra, mert ugye, hát hosszú kardot tudtunk volna abból az acél öntecsből kalapálni, tehát készíteni, de az már ugye volt nekünk, és ez a kard, ez a hentelő, ez sokkal erősebb. Ergo, hát itt most nem nagyon tudunk mit csinálni. Azért beízítjük. Oh yeah. Kicsit felmelegedtünk, úgy mi ez? Azt a... Mekkora nagy izé. Na jó, menjünk innen akkor. Egyébként azt hiszem, hogy lesz majd még egy fegyver, amit tudunk kovácsolni. Ami valamivel még erősebb lesz, mint a hosszú kard, de nem éri meg. Ahhoz valami nagyon speciális öntecs kell. Megpróbálom majd kiszúrni. Na, azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell visszafelé menni. Legalábbis nagyon remélem. Jó irányba megyünk. Zsák utca. Bebugzódtunk. Au, anyádat. Mászunk csak felfelé. Hát, itt nem fogunk tudni kimászni. Na. Ugolj le. Na. Nem igaz, ez a két kötél olyan közel van egymáshoz, hogy... Fú. Oké. Akkor egy kis Mirror Edge-es ugrás volt, láttátok? Na jó, akkor most valahogy vissza kéne mászni. Vissza kéne jutni az eredeti régióba. Ez nézi, erre volt. Aha. Jól van akkor. Oh yes. Jöhetne néhány ork, hentelhet nékem van. Nálam van a hentelő nevezetű kard. Na kérlek, halásom.
Várjál, csak itt mi van? Ja nem, igen, visszafelé kell még menni egy kicsit. Ahhoz, hogy a liftet beüzemeljük, ugyebár. Ugri-bugri! Tényleg. Használjuk csak a tőrünket? Ezek ellen a kis rohadékok ellen. Igen, ez nagyon jó ez a dupla tör amúgy. Tényleg. Na. I wish they decorated something other than spiders. Why a spider anyway? It's another aspect of Asha, the Dragon of Order. A very literal interpretation, honestly. This takes us to the Crystal Chamber. Once you restore the Shantiri crystal to its place, the skull will be ours, and all of Ashan with it. Fenrig would be so impressed with what you've done. Who built this place? Servants of the Seventh Dragon. They were clever with their hands and had 1,000 years to do it. So why are orcs guarding it? I guess that they took it over. They came to the islands after the Wars of Blood, and their shaman probably sensed the power of the temple. Mm-hmm. Ez érdekes magyarázat. More spiders! Ugh, disgusting things! No wonder the necromancers like them. Oh yes. I'm so pretty. Na, mentsünk egyet. Szóval most már ugye keresd meg a kristályt, kamrát és állíts helyre a templom. Hát igen, tulajdonképpen erről szól már egy ideje. A küldetés rendszer. Na nézzünk csak így erre el. Hú! Tűzdobra tekercs. Kaja, mindenféle tekercs, nagyszerű. Hát tűzdobra tekercsben már elég jól el vagyunk látva, mit nem mondjak. Hmm, ez mi? Na nézzük. Ó, innen nem fogok fejest ugrani. Az tény és való. Elképzelhető, hogy ez is egy csapda. Nem kockáztatok. Látok titkos helyet, hát ti. No titkos hely. Ez sem az. Hát akkor marad a kapcsoló. Most lesz egy nagyon jó jelenet. It's magnificent. Except that it's dead. Bring it back to life and we can be on our way. Na igen. Berakjuk a kristályt, végre megszabadulunk a kristálytól, már nyomta az ülepemet. Jobb farmer zsebemben. It's working. I can feel the power. Now let's not keep that child waiting. The sooner she gets us to the skull, the better. Hét képzettségpont. Get away from here! It'll kill us! Jönnek az orkok. Stranger! Demon spawn! Listen! Shaman of the Red Skull Clan. We are sworn to protect this place, and your demon taint stains it. You go no further, unless your sword arm is greater than mine. No wizard tricks or demon corruption. I will test you in battle, blade to blade. Whose strength is greater? Whose spirit is purer? If you defeat me,
On my honor, you may walk free. Na, kedves gyerekek, pont egy hatalmas nagy csata előtt vagyunk, lejárt az idő sajnos. Ez volt a 8. része a Dark Messiah of Might and Magic végigjátszásomnak. Hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, legközelebb a 9. részben megütközünk az orkoknak a főnökével, akiről kiderül majd, hogy vajon becsületes, állja a szavát, tehát hogyha legyőzzük őt, akkor szabadon távozhatunk, vagy az emberei ránk támadnak-e utána, és akkor még a maradék 4-jel is végeznem kell. Na, vajon mi lesz? Tartsatok velem legközelebb is, remélem élveztétek a videót, addig is, sziasztok!